Sziasztok srácok! Ebben a videóban ismét hoztam nektek teóriát, volt már egy teória videó a seasonben, viszont van egy csomó dolog, amiről még nem beszéltünk. Nem beszéltünk például a Rumble Ruins-ban megtalálható falakon lévő jelekről, hogy ezek mik is, illetve milyen rejtélyek vannak itt. Aztán hoztam Dr. Sloanról is egy kis érdekességet, amit az előző videóban nem mondtam el nektek. A teórián kívül hoztam még nektek érdekességeket, amikről lehet, hogy nem tudtatok. Ha esetleg támogatni szeretnél, ezt megteheted a Super Creator Code beírásával, ami nem más, mint Ghost for Rider. Ezt az item shop jobbasó sarkában meg is teheted. Nagyon szépen köszönöm a támogatásod. Gondolom, Rumble Ruins-ban már észrevettétek ezt a hatalmas falat, ahol ugye meg lehet találni Optimus Prime-nak, vagyis az Autobotoknak a logóját. Ez a fal valószínűleg a Transformers-hez tartozik. Egyelőre nem tudni, hogy ennek lesz-e valami célja, vagy valami lesz-e vele. Ezt a helyszínt ugye láttuk a Cinematic előzetesben, viszont ott volt egy Cybertron Cannon, amit a Fistik elvett, ezután ez a kő úgymond bekapcsolt, és Optimus Prime hologramként megjelent, majd ugye oda spawnolt a rendes Optimus Prime Fortnite skinbe. Úgyhogy ennyit tudunk erről a körről, valahogy be lehet kapcsolni, és hologramként megjelenik Optimus Prime. Az, hogy a season során majd lesz-e itt valami, nem tudom, az is meg lehet, hogy csak easter eggként van itt. Viszont arra van esély, hogy a Transformers hozzákötődik a Fortnite történethez, ugyanis ha beleülünk egy autóba, akkor van esély arra, hogy Optimus Prime beszél hozzánk. Greetings. My name is Optimus Prime. If you are hearing this message, the time has come to make your escape. This reality is doomed to collapse, but hope is not yet lost. I cannot sustain this broadcast for much longer. Listen, and more will follow. Ebben a hangüzenetben Optimus Prime figyelmeztet minket, hogy ez a valóság, amiben vagyunk, hamarosan szétesik. Ezt, hogy a valóság Zero szétesik, ezt már szerintem nagyon sokszor hallottuk már a Fortnite során, ugye minden The End előtt elmondják, hogy úristen, itt a The End, szétesik a valóság, meg megszűnik minden. Nem tudom, hogy ez most mit akar jelenteni, lehet, hogy az utolsó valóság közeledik. Úgyhogy srácok, egyelőre nem tudni, hogy ez a Transformers mennyire fog belemenni a Fortnite történetébe. Minden esetre Optimus Prime figyelmeztetett minket, hogy valami közeleg és a valóságnak vége lesz. Most pedig térjünk vissza Rumble Ruins-ra. Ugye megnéztük a Transformers-es falat, viszont az mellett is vannak érdekességek. Egy másik falon, ami félig el van takarva növényzettel, kövekkel, valamennyire lehet látni, hogy mi van ott, viszont annyira nem lehet belőle kivenni. De szerencsések vagyunk, hiszen nekünk vannak leakereink, ezáltal kilíkelték a falnak a textúráját, és így látjuk teljes pompájában, hogy mi is van azon a falon. A falon egy teleszkóp látható, 5 különböző gömbbel, és a teleszkóp az egyik gömbre néz rá, az utolsóra, vagyis az ötödikre. De pontosan mi is akar lenni ez a teleszkóp? Teleszkópról beszélt Riffarden Stellan még Season 1-ben, hiszen a teleszkópon keresztül nézte a valóságokat meg a csillagokat, úgyhogy valószínűleg tippem szerint ezek a gömbök valamiféle valóságok lehetnek. Dr. Sloan azt elmondta, hogy ez a dzsungel és ezek a romok egy ilyen fejlett technológiával rendelkező fajnak a maradványai, nem tudni, hogy kik ezek, annyi a lényeg, hogy valamit tudtak, illetve ha megnézzük a töltőképernyőjét Reliknek, akkor ő is különböző bolygókat néz, vagy valóságokat, pontosan nem tudom. Úgyhogy meg lehet, hogy ez a teleszkóp fontos lesz a Fortnite történetében. Sokan azt is mondják, hogy az utolsó valóságot akarja jelképezni, ugye ahogy az utolsó gömbre mutat, úgyhogy ez lesz az utolsó valóság. Vagy jelentheti a chaptereket is, hogy chapter 1, 2, 3, 4, és ugye az ötödik fog következni, és ami idén még be fog következni. Mert ugye mondtam nektek, hogy idén év végén már chapter 5 lesz, viszont az a hír érkezett, hogy nem 4 seasonig fog tartani ez a chapter, hanem 5 seasonig. Amit tudunk, hogy a chapter 5 november 11-én fog kezdődni, viszont előtte még van pár hónap, és ugye ezt tudjuk, hogy a mostani season, ez a season 3 elég rövidke, csak 77 napos.
ez, srácok, azt jelenti, hogy november végéig még kettő season fogunk kapni. Srácok, olyan feelingen van, mint Chapter 1-ben, hiszen ott is rövidkék voltak a seasonök. Egy évben elég sok season kaptunk, kicsit pörgősebb is volt a játék. És úgy látszik, hogy visszatérünk a régi gyökerekhez, szóval srácok, megint rövid seasonök lesznek. Lehet, hogy a Halloween-t is egy seasonbe bele akarják zsúfolni, úgyhogy szerintem ez tök jó. Visszatérve Ruins-ra, van még egy harmadik fal is, persze ez is el van takarva a kövekkel meg növényekkel, viszont ezt is ugyanúgy ki tudták leakelni. Ezen a falon fogalmam nincs, hogy mi látható, ez valamiféle logó is lehet, vagy esetleg az utolsó valóságnak az anyahajója. Nem tudom kinézni, srácok, ha van tippetek, írjátok le kommentbe. Most pedig jöjjön a Dr. Stone teória. Ha visszaemlékeztek, Dr. Stone úgy került be a szörvébe, hogy ilyen homok ereje volt, szóval a homokot tudta irányítani, homokból volt a keze, kicsikét máshogy is nézett ki, viszont ugye most bejött az item shopba, és teljesen máshogy néz ki, nincsen ereje. Viszont szerintem ez majd változni fog. Ha megfigyeljük Dr. Stone-nak a hátát, akkor van egy érdekes logó rajta, és ezt a logót máshol is meg lehet találni. A Battlepass-es Trace-nek a hátán pontosan ugyanez a logó látható, ami egy ilyen gömb, amiben van három csík, nem tudom, hogy mit akar jelenteni. És ugye tudjuk, hogy Trace-nek van képessége, nem tudom, hogy pontosan mi, olyan, mint a slurpös effektje lenne. Ugye zölden is, illetve kéken is tud világítani. És tippem szerint Dr. Sloan valahogy meg fogja kapni ezt az erőt Trace-től, csak neki nem ilyen víz ereje lesz, hanem homok ereje. És így van esély rá, hogy kapni fogunk még egy sivatagos területet vagy ebben a seasonben, vagy a következőben egy vulkánnal. NPC-ként Trace-t is meg lehet találni a szigeten, itt sétálgat egy ilyen fura torony mellett, aminek a tetején van egy ilyen, olyan, mint a felrobbant rift kapu lenne, legalábbis én amnak nézem, és ha beszélünk Trace-szel, egy érdekességet mond. Ugyanis, ha beszélünk vele, azt kérdezi, hogy a Luminaris hogyan lehet a szolgálatára. Erről a Luminaris klánról nem sok mindent tudunk, amit tudunk, hogy az előző seasonből Mystica hozzájuk tartozik, illetve még az a level-up pack-es kapitány is. Nem tudom, hogy mi a célja a Luminarisnak, ami biztos, hogy van különleges képességük. Hiszen Mysticának úgymond galaxisból van a feje, szóval eléggé érdekes. Visszatérve erre a lerombolt valamire, nekem valamiért akkor is a Rift kapu jut eszembe, amit épített még ugye Season 1-ben Rift Warden Stellan. Lehet, hogy ez is ugyanúgy működött még régen, mint a Rift kapu, hogy különböző valóságokban lehetett utazni, csak ugye tönkrement, illetve nagyon-nagyon régi. Érdekes még az is, hogy ha elmegyünk Rebel Ruins-ba, és ha átnézzünk el az egyik ablakon, akkor az ablak pontosan erre a Rift kapu romra mutat, nem tudom, hogy ez csak véletlene, de eléggé érdekes. Akármi is van, ami biztos, hogy ebben a chapterben ez a season az egyik legtitokzatosabb season, tele van rejtélyekkel, érdekességekkel. Remélhetőleg a season során a frissítésekkel még több ilyen rejtély lesz. A tegnapi nap folyamán érkezett egy újabb ingyenes skin, Vivi Chroma, ingyen be tudjátok húzni PlayStation-on belül a PlayStation Plus-szal. Ugye ez az új csomag a PlayStation Plus-szal, nem számítottunk rá, hogy ez PlayStation-ös lesz, de tegnap kiderült. Egyébként jár hozzá egy backbling, és egészen szeptember közepéig be tudjátok húzni. Tegnap érkezett egy újabb Community Battle, ahol egy ilyen szárnyas backblinget teljesen ingyen be tudtok húzni. Annyit kell tennetek, hogy a videó leírásában lent lesz egy link, ott be kell jelentkezni, és ezen a linken keresztül fogja számolni a killjeinket, ugyanis 50 killt kell szerezni, hogy megkapjuk ezt a backblinget, és ott lesz egy CRA map kód, és erre a mapra be kell menni, és itt kell szerezni 50 killt. Szerintem nem nehéz, nekem két meccs alatt meglett, ami kb. 15 perc volt, annyit szerintem megért. Ez a backbling később az item shopba majd be fog kerülni. Így a videó végére van számotokra egy jó hírem és egy rossz hírem. A jó hírem az, hogy jövő hét kedden lesz frissítés és a Shockwave gránát vissza fog térni, ugyanis az Epic Games belátta, hogy kevés a mobility tárgy a seasonben, ezért visszahozzák. A rossz hír pedig az, hogy sajnos nem fogom tudni streamelni a frissítést, ugyanis Olaszországban fogunk nyaralni, szóval sok idő után ez az első olyan frissítés, amikor nem leszek,
De srácok, amit hazaérek, csinálok videót a frissítésről, hogy mik kerültek be, milyen skinek, mik az újdonságok. Ti srácok pedig jól viselkedjetek, amíg nem vagyok. Videókat előre csináltam, szóval a pár videó ki fog kerülni jövő héten, illetve még a hétvégén is. Illetve akik elmennek nyaralni, azoknak jó nyaralást, és akik nem mennek, pedig jó Fortnite-ozást. Én viszont srácok mára mentem, én Ghost4Rider voltam, sziasztok!